Beáll. Minden lóagépben. Start. Elindultak a nyeretlenek. Hát azért vegyesen indult a társaság. Bengáli kezd gyengén, Reménység kezd gyengén, Fügés gyengén, kezd Hóvirág is a mezőny végén. A többieken is probléma. George Jetset Jones diktálja tempót. MS-ét is ott látom a frontban. Kívül Maxem az újonc, Vagadugu Down is egyelőre közel van, és Bavária Szili is az élmezőny tagja. És Gengszert is egyelőre ott látom közvetlenül a frontban. Amikor elhagyta most már az élmezőny, az ügető átjárolt a csapat mögött. Egyébként az élmezőny mögött két hosszal kamél színei tűnnek föl. Az élen Jetset Jones, illetve bent a falon MS-e Jetset Jones, és MS-e kívül pedig Maxem az, aki remekül van versenyben. Vagadugu Down pedig negyedikként tartja magát ezek mögött a lovak mögött. Bavária Szili zárkozik a háttérből. Gengszert egy picit megy vissza, és abban a pillanatban, hogy ezt kimondom, Vagadugu Down is hirtelen megtörik a lendülete, és ő is visszaesik. Tulajdonképpen három esélyes ló, illetve Maxem az, aki egyedül maradt ott a frontban. Kívül Maxem, középen Jetset Jones, bent a falon MS-e, és Bavária Szili, aki azonban erősen lovagolja már Varga Zoltán, nagyon kívül fordul, és Jurniány Host veszít ezzel a vezető hármassal szemben. Jetset Jones, MS-e és Maxem óriási csatát folytathatnak. Középen Jetset Jones minimális előnye rendelkezik, de Maxem nagyon erősen támad kívül. Maxem pályafutása második versenyében már első lehet Szentes Barbarával. Maxem átveszi a vezetést az utolsó 200 méter kezdetén. Maxem, MS-e, Jetset Jones, tehát a befutási sorrend az utolsó 100 méterhez közeledve sem lassul. Maxem elköszön, és Maxem nyerheti a futamot. Maxem győz a nyeretlenek versenyének első részében mögött. MS-e lesz a második, Jetset Jones nagyon-nagyon elfárad a végére, így is megőrzi a harmadik helyét Bavária Szili, illetve Kamil előtt. A Szentes Barbara azt hiszem, hogy egy ugyan bizonyságát tette arról, hogy az egyik legtehetségesebb zsoki iskolás. Sajnos már a start után a képen látható reménységlovas a Godó Péter elveszítette a kenyerét, úgyhogy ő kenyér nélkül jött le, neki mindenki figyelembe kell majd venni, és közben egy lóról esés. Méghozzá pont a nyerő. Lehet, hogy ki akart neki menni a lukon a feltartásnál. Méghozzá pont a szegény Barbara. Ugye pont arról beszéltem, hogy egy nagyon tehetséges tagja a fiatal zsoké generációnak. Hát bízunk benne, hogy aztán nem történt komolyabb baja ott a feltartás közben. Szédült le a lóról. Igen, húz kifelé, Maxem, picit. Szép győzelem úgy egyébként. Második verseny, mondtuk, hogy azért őt simán lehet játszani. Kovács idomítás. És ott van egyébként a kiárat közelében, tehát valószínű, még arra is volt energiája Max ennek, hogy kifelé nézelődjön és kihúzzon.